A tavalyihoz hasonlóan a Szabadidő Park volt a helyszíne az önkormányzat által szervezett gyermeknapi rendezvénynek. A Város Művelődési Intézményének munkatársai változatos programokkal, játékokkal várták a gyermekeket május utolsó szombat délelőttjén. Gyermeknapi rendezvény, és hogyha gyermeknapi rendezvény és jó idő, akkor a Szabadidő Park kitűnő helyszíne ennek, és hát ez most idén így történt, bár egy kicsit szeles, kicsit nem kánikulai az idő, de ennek ellenére nagyon sokan ellátogattak, vagy tánippán éppen ezért. Igen, tavaly már kipróbáltuk ezt a helyet, a Szabadidő Parkot, és akkor úgy véltük, hogy ez kimondottan beválik egy ilyen stílusú rendezvény helyszínéül. Idén próbáltuk egy kicsit bővíteni is a lehetőségeket, így például a Virgonckodó játszóparkot hívtuk el, aki a 12 tematikus kínálatából 3 kínálatot hozott, úgyhogy szerencsére még őket vissza fogjuk hívni, és tovább fognak minket szórakoztatni a játékaikkal, illetve ez egy olyan hely, ez a Szabadidő Park, ahol szerintem mindenki, fiúk is, lányok is, kisebbek is, nagyobbak is megtalálják a maguknak kedvelt témákat. Hát kicsit visszatérnék erre a játszóparkra, hatalmas sikere volt, és nagyon sokféle játék volt kisebb korosztálytól, még a nagyobbak is, még a 10 éves korosztály is szívesen játszott ezekkel. Igen, abszolút. Volt ismeretterjesztő fajáték, logikai játék, buborékfúvó készlet, abból is több fajta, volt még... Mesepark, kimondott mesefigurák, itt láttam többen sárkányokat fogtak be, úgyhogy nagyon szuper az ő kínálatuk. Amire úgy gondoltam, hogy elhagyhatatlan a kisvonat, Tivadar, úgyhogy köszönjük szépen Ruskó Józsefnek ismét, hogy biztosította számunkra a kisvonatot. Láttam mindig teljes körrel, vitte körbe az érdeklődőket, és mindig meg tudna újra telni egy egész járat. Pont most futnak, belátom, most is integetnek az emberek, úgyhogy ez is egy sikeres program része az egésznek. Ami tavaly nem volt, úgy emlékszem, és idén szintén egy újítás, az a gyermekíjászat. Nagyon szépen köszönjük Nagy Gergőnek, hogy ő ebben segített minket. Ugye itt van az íjászpálya, ez is pont egy olyan lehetőség, amely nem mindenkinek adott, be kell jelentkezni, bérelni kell, felszerelést kell bérelni. Nekünk itt van a Szabadidő Parkban, és annyi a dolgunk, hogy használjuk, ez egy óriási lehetőség szerintem. És talán egy kicsit népszerűsítette is az íjászatot, ami szintén azért tradicionális itt Bábolnán, hiszen régóta működött ez az íjász csapat, íjász csoport. Most egy kicsit csöndesebbek, de talán ezáltal egy kicsit felélénkülhet ez is. Én szeretném, hogyha egy kicsit felélénkülne, ugyanis visszavárjuk őket még több rendezvényünkre is, és a Kukorica Fesztiválon is szánok nekik ismét program lehetőséget. Homokképkészítés, fagylalt, hát nem is tudom, ott akkora tömeg van, hogy be se lehet látni itt a háttérben. Ezek is plusz szolgáltatásként várták az ideérkező gyerekeket és szüleiket. A fűzfa építményhez terveztem ezt a 3 szolgáltatást, és azt örömmel láttam, hogy a homokkép készítésen nem csak a gyerekek vettek részt, úgyhogy felnőttek is igénybe vették. Nem volt megszabva, hogy csak gyerekek használhatják. Én mindig örülök, amikor felnőttek is adnak teret a kreatív tevékenységeiknek. Itt a gyerekek egyik kedvenc édességét is lehetett fogyasztani. Igen, a vattacukor az, amit szinte minden gyerek kezében láttam. Elnézést a szülőktől, hogyha egy kis cukorsokkot kaptak a gyerekek, illetve a popcorn volt még egy újdonság. A popcorn az, ami szerintem, meg a vattacukor, ami egy vásári forgatagnak elhanyagolhatatlan eleme.
Hát még egy eleme is lehet a lufi hajtogatás, illetve hát nagyon sok gyereket láttam itt különböző arcokkal, tehát kifestették őket. Így van, a csillámtetkó és az arcfestés az nagyon népszerű volt, úgyhogy erre legközelebb még egy megerősített arcfestő csapatot fogunk hozni. És bizony én is láttam itt átalakult unikornisokat, oroszlánokat, egyéb szivárványfelhő és mindenféle motívumot, nagyon cukik voltak a gyerekek. És a lufi hajtogatás és a héliumos lufi ajándékozást pedig köszönjük a Szivárványkölyök Kuckónak, ők biztosították nekünk. Tűzoltók is mindig minden majálisnak aktív résztvevői. A gyerekek szívesen ülnek fel a tűzoltóautóba, de Német István, a helyi tűzoltóparancsnok is hát nagyon autentikus előadásokat tartott a különböző eszközökről, kütyükről. Igen, a szirénázásért én vagyok a felelős. Elnézést mindenkitől érte, de én kértem, hogy a gyerekek hadd nyomkodják végig az összes lehetőséget, mi van egy tűzoltóautóban, és külön köszönöm, hogy ők maguktól jelentkeztek a programra, tehát én nem akartam őket terhelni, de mégis el tudtak jönni. Nagyon örülünk, és várjuk őket mindig vissza, ha a gyerekeknek tudnak bemutatót tartani. Egy koncert is szórakoztatta a gyermeknap végén itt a résztvevőket, legalábbis a délelőtt végén. Nem kisebb művész érkezett ide, mint Szalóki Ági. Igen, Szalóki Ágit én már régóta szerettem volna Bábolnára elhívni és megismertetni. Ahogyan beszélgettem az emberekkel, azért egy 50-50%-ot tudok mondani, tehát 50% volt, aki nagyon örült, kiugrott a bőréből, amikor meghallotta a nevét, és a másik 50% pedig azt mondta, hogy ő hát sajnos most hall róla életében először, úgyhogy ez a koncert talán egy ismertetésre is jó volt, és hogyha olyan visszajelzéseket kapok, hogy bizony nagyon szerettük Ágit, máskor is szívesen meghívjuk. Szalóki Ágit úgy ismerheti a magyar hazai közönség, hogy rendkívül sokoldalú előadó művész, hiszen nagyon sok műfajban otthon vagy. Az autentikus népzenétől kezdve a jazzen át, mint most megtapasztalhatjuk, a gyermek zene, gyermek koncert műfajáig is. Hogyan jött ez a képbe a gyermekeknek szóló műfaj? Már gyerekként nagyon szerettem gyerekekkel foglalkozni, és fontos volt számomra mindig az, hogy gondoskodjak a kisebbekről, szívesen játszottam velük, aztán később óvónőképző főiskolára mentem, és gyerektáncházat tartottam kicsiknek, és 24 éves voltam, amikor zenekart alapítottam, ennek most már 18 éve, és 18 évvel ezelőtt elhatároztam, hogy szeretnék gyerekeknek zenélni, és ez egy jó döntés volt, mert mindig feltölt a gyerekekkel való találkozás. Ezt most már otthon is tapasztalhatom, amikor saját kisfiammal vagyok, hogy nagyon jó velük lenni, sokat lehet tőlük tanulni. És a zenésztársaim is nyitottak voltak erre, jazzzenészekkel dolgozom, őket választottam kollégának. Most készül az 5. lemezünk, úgyhogy ez most már egy 18 évvel ezelőtti döntés, hogy szeretnék valamit a gyerekeknek átadni abból, amit én gyerekkoromban kaptam. A gyermekkoncertekre is komplett, mondjuk úgy, hogy nagy zenekarral érkezel, ez fontos számodra? Igen, kiváló koncerteket lehet adni szólóban, vagy duóban, trióban akár, de úgy alakult az évek során, hogy a lemezeimben a zenének olyan sűrűbb szövete van, több gitárszólam, több énekszólam, több ütőhangszeres szólam szólal meg, és én úgy gondoltam, hogy én szeretném ezt a lemezen hallható hangzást megőrizni, még azon az áron is, hogy egyébként hát tehát azért nehezebb egy nagyobb zenekart fenntartani, de itt lehetünk most is például Bábolnán a gyereknapi hétvégén, úgyhogy
Nekem tetszik ez a hangzás, nagyon sok lehetőség van az improvizációra, különböző hangszeres játékokra, úgyhogy nagy csapattal érkezem, igen, hát hatan vagyunk a színpadon. Mire várhat a közönség, milyen repertoárt fogsz nekik nyújtani? Mindig egy kicsit bajban vagyok, mert az elmúlt 18 év során nagyjából egy olyan, hát ugye 3-4 órányi zenei anyag gyűlt össze, de ebből mindig csak 60 percnyit tudunk eljátszani. Az összes gyereklemezemről hallhatnak majd, a Gingalóról, a Cipit Lőrincről, a Téli Nyári Labodáról, a Körforgásról és a most készülőben lévő, még egyelőre cím nélküli 5. új gyereklemezről is. Népdalfeldolgozásokat, vers megzenésítéseket, magyar népdalokat, cigány népdalokat, és mindez jazzes köntösben. Hát folyamatosan itt forogtál a gyerekek, a résztvevők között. Mennyire láttál elégedett arcokat? Én azt láttam, hogy azért a szabadidőpark megdolgoztatja a szülőket, tehát azzal, hogy így széthúztuk a program lehetőségeket, elnézést, hogyha lejárattuk a lábukat, biztos, hogy így volt, de ahogy láttam, a gyerekek nagyon élvezték. Ez a jövőre vonatkozólag is egy kicsit doppingol téged, titeket, hiszen azért a művelődési intézmény egész csapata részt vett ebbe, sőt voltak azért önkéntes segítők is. Igen, minden program csapatmunkának az eredménye, tehát mindenhol szükség van mindenkire, mindenkinek megvan a feladata, mindenki ezzel tisztában van, ahol az egyik felszabadul, ott besegít a másiknak, aki túlterhelt, úgyhogy mindig szükség van arra, hogy koordinálva legyenek ezek a feladatok. A segítőinket most egy kicsit kíméltük, ugyanis a Kukorica Fesztiválra várjuk őket, de most is kaptunk segítséget két fővel, akiknek nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttek, és a fotózást és az arcfestést besegítettek.